A jó teljesítmény nem mindig párosul pontszerzéssel. Ezt érezheti az idei szezon kezdet után U15-ös együttesünk, amely 8 találkozót követően a 9. helyet foglalja el a bajnoki tabellán. Fülöp Lajos együttese mérkőzésről mérkőzésre domináns játékkal rukkol elő, de hogy ez mennyire nem garancia a biztos győzelemre, azt jól mutatja a legutóbbi 4 találkozó 4 szerzett pontja. Pontok szempontjából nem állunk a legjobban, de én úgy látom, hogy játékban és csapatként is egyénileg is egyre jobban fejlődünk, és második fél évben szerintem sokkal több pontunk lesz és eredményesebbek leszünk. Voltak benne jó sikerült mérkőzések, voltak benne kevésbé jó sikerült mérkőzések. Azt gondolom, hogy fejlődünk, és így a 6., 7., 8. meccs környékén kijelenthető, hogy a csapatnak a játéka kezd összeállni, ami még jelen pillanatban nem párosul eredménnyel, mert elég lent szereplünk a tabellán. Picit forgattuk a csapatot, mert még a pozíciókat is keresünk bizonyos játékosoknak, rengeteg játékos más pozícióba játszik sok esetben. Most elég nagy százalékban tudjuk kihozni a labdákat minőség tekintetében, elég jól birtokoljuk a labdát a pálya középső harmadában. Hátulról elkezdve szépen végig tudunk menni a pályán úgy, hogy nálunk van a labda, csak egyelőre még hadilában állunk a befejezésekkel. Fülöp Lajos korábban akadémiánk U12-es, U13-as és U15-ös együtteseit irányította. Idén ismét az utóbbinál tölti be a vezetőedzői szerepkört, mind az eddigi, mind az újonnan érkező játékosok legnagyobb örömére. A Békés Csabától érkeztem, és feletté nagyon jól érzem magam. A közösség miatt, az edzők miatt, Lajosban fenomenális edző szerintem, a legjobb edző, akivel eddig dolgoztam. Ebben játszol le az első 3 percet. Amellett, hogy jó kedvűen telnek az edzések, amellett van egy fegyelem is, ami elengedhetetlen szerintem ahhoz, hogy jó munkát tudjunk nyújtani, és úgy gondolom, hogy bíznak benne a csapattársim, és én is bízok benne, és ez eredményessé fog válni. Úgy gondolom, hogy Lajos Bánál nagyon sokat tanultunk, nagyon sok új formációt, gyakorlatot, akár új felállások és új posztokban is. Én úgy érzem, hogy még egy kicsit fejlődnünk kell, és ezt kell begyakorolnunk, de már úgy érzem, hogy játékban bőven fejlődtünk nagyon-nagyon sokat a tavalyhoz képest, viszont az eredményt még társítani kell hozzá, szóval kapu előtt még élesebbnek kell lennünk és még határozottabbnak. Freyer Kristóf nem csak az MTK kékfehér, hanem az U15-ös magyar válogatott megypiros szerelését is magára ölthette. De nem ő volt az egyedüli, hiszen rajta kívül Prigi Péter, Szabó Csongor és Kugyel az Alán teljesítménye is válogatott meghívótért a Sándor György vezette szakmai stábnál. Szlovénia ellen játszottunk, én az első meccsen játszottam, ott voltam kezdő és végig is játszottam. Ez egy nagyon hajtós és nagyon jó meccs volt, 2-2 lett. A második meccsen már ugye a többi belső védőnek adtak lehetőséget, én akkor ott padoztam. Az is egy izgalmas meccs volt, bár én a sajátunkhoz képest ugye nem tudtam úgy beleélni magam, mert csak kívülre nézhettem, de az is döntetlen lett 0-0. Szerintem így első meccseknek jó kezdés volt. U15-ös csapatunk soron következő mérkőzése a jelenlegi listavezető Puskás Akadémia otthonában lesz, ahol a lehető legjobb teljesítményre lesz szükség, hogy 3 ponttal térhessenek haza. Ez szoros mérkőzés várok, mind a két csapatnak az állománya, mind a két csapatnak a játéka azt gondolom, hogy jónak mondható. Ha megtaláljuk végre a góllövő cipőt, akkor azt gondolom, hogy egy a mi szempontunkból remélhetőleg olvasza a mérkőzés lesz. Egy nagyon kemény fegyelmezett ellenfél a Puskás Akadémia. Eredményesek is, de viszont úgy gondolom, hogy megfelelő heti munkával és koncentrációval, fegyelmezettséggel szerintem meg tudjuk verni a Puskást. Kiki meccsre számítok. Jó lesz az irama, az 100%, és hajtani fogunk. El kell hozni a 3 pontot, nincsen mese.